Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Miért nem jelentkezik? Így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás tündér számára. Kedves tündér, üdvözöllek téged, te feltetted ezt a kérdést, miért nem jelentkezik, és ezt most megtekintjük ennél a jóslásnál. Mielőtt elkezdeném ezt a kirakást elmagyarázni, mondanék valamit. Bepillantottam a horoszkópotokba, és ami nála feltűnt nekem, az a kármikus csomó. Röviden ezt elmagyarázom. Van a lefele mozgó hold csomó, kétó, egy kármikus csomó, ami a múltra utal. És van egy felfele mozgó hold csomó, szintén egy kármikus csomó, ami utal egy új életirányra, vagy új életterületre, amit mi nem ismerünk. Az ő horoszkópjában a lefele mozgó hold csomó kétú a Skorpión jegyében van, a felfele mozgó hold csomó Ráhú, az pedig a Pika jegyében van. Mindkét hold csomó mozog, és múlt év szeptemberétől jövő év márciusáig a lefele mozgó hold csomó kétú a Skorpión jegyében mozog, és a felfele mozgó hold csomó ebben az időszakban a Bika jegyében mozog, ugyanott, ahol nála a születési horoszkópjában a hold csomók állnak. Nála vannak ilyen kármikus emlékek, lehet, hogy valami őt most fogva tartja, de keres egy új utat, vagy egy új lehetőséget. Tehát erre számíthatsz, ami kihat természetesen a párkapcsolatra, és amit te is érezni fogsz. Előfordulhat az is, hogy köztetek van egy ilyen kármikus kapcsolat, és ismeritek egymást a múltból, a korábbi életetekből. Ezen a kártyán látható egy királynő, és ez a királynő uralkodik a tűz eleme felett. Utal az ő bátorságára, lelkesedésére, a szenvedélyekre is. Azon kívül ez a királynő olyan bátor, bizonyos dolgokat le tud zárni az életben, felégett maga mögött. Mindenre odafigyel, de amit nem vesz észre, az a fekete macska ott a lábánál, és az utal a hamisságokra. Óvatosabbnak kellene lennie. Ez a kártya téged szimbolizál. Te vagy ez a királynő. Ami azt jelenti, hogy a te lelki társad imád, feltekint rád, mint egy királynőre, de van vagy voltak a múltban hamisságok, bizonyos hazugságok, amit te nem vettél észre. És most megtekintjük a következő kártyát. Ezen a kártyán látható az aranyút. Az az életút, amit a te lelked kiválasztott. Ez tükrözi a horoszkóp is. Menj ezen az úton. De figyelj oda arra az arany éremre is. Az nem csak anyagiakra utal, vagy a munkádra, hanem a belső értékekre is. Mindaz, ami értékes számodra, azt tartsd meg. Ami értéktelen, arra nincs szükséged. Ha számodra ez a szerelem, vagy ez a férfi értékes, akkor bízz abban, hogy ő követni fog téged az élet utadon.
Amit ez a kártya még mutat, az a föld eleme, és utal reális dolgokra is. És egy álom megvalósulhat, ha hiszünk benne. És most megtekintjük a következő kártyát. Ezen a képen látható egy fiatal fiú, aminek szimbolikus jelentése van. Utal egy új kezdetre, de ez a fiatal fiú még olyan bizonytalan. Neki meg kell ismerkednie a tűz elemével, ami a bátorságot jelenti, a lelkesedést, de a szenvedélyeket is. Ő itt nem ismeri ki magát. És ha megtekinted a középső kártyát, ahol te vagy látható, te uralkodsz a tűz eleme felett, ami nála még olyan bizonytalanságokat vált ki. Ezt úgy tudnám elmagyarázni. Egyrészt fél téged megérinteni, itt a testi kapcsolatra gondolok, másrészt kell számára a tűz eleme, a bátorság, hogy megvédje magát másokkal szemben, és ez számára még minden olyan új, nem meri azt kimondani, amit szeretne. Amit ez a kártya még mutat, hogy aktív lesz irányodban, tehát jelentkezni fog újra nálad, de olyan kis lépéseket fog tenni, mert bizonytalan. De kis lépésekkel is el tudjuk érni a céljainkat. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kép utal az ő jelenlegi helyzetére. Itt volt egy csata, egy kihívás. De ő hátat fordít ennek, és lezárja ezeket az eseményeket, lezárja a múltat. Amit még ez a kép jelent, arra utalnak a kardok. Azok szimbolizálják a levegő elemét, a könnyűséget. Ha ezt ő lezárta, akkor fellélegezhet, azon kívül utal döntésekre és kommunikációra is. De ő nem ezekkel a személyekkel akar beszélni, mert ezt lezárta, hanem veled tisztázza majd a dolgokat. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kártya még mindig rá utal. Ott alul, ott vannak a félelmek, meg mindaz, ami őt nyomasztja. De segít ez az angyal, mert ő elbúcsúzik ezektől a helyzetektől, vagy személyektől, és lesz nála egy megújulás. És pontosan ebben a transformációban van jelenleg, neki még egy kicsit időre van szüksége, amíg mindent lezárt maga mögött, és lesz egy új kezdet. De biztos lehetsz abban, hogy ő újra jelentkezni fog, és érdemes rá várni. Most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kártya utal az egész világra. Az lehet egy utazás, hogy ő tervez veled együtt egy nyaralást például. De tekintsük meg a képet is. Itt megvan kettőtök között a vonzalom. Ez a te kisugárzásod. Ez belülről jön a gondolatokból, az érzelmekből. Ez a te aurád, vagy energia meződ. És van egy ilyen hermetikus törvény, és az azt közli, amit te kisugárzol, pontosan azt kapod meg az élettől. És mivel itt rólatok van szó, megvan kettőtök között ez a vonzó erő.
Amire még ez a kártya utal, az a 4 évszak, tavasz, nyár, ősz és tél, az együtt, az egy évet jelent. Az nem arra utal, hogy te egy évig várj rá, hanem azt jelenti, hogy egy éven belül fog ő jelentkezni. Lehet, hogy egy év kell ahhoz, hogy kialakuljon egy tartós párkapcsolat. És most megtekintjük a következő kártyát. Ezen a képen látható az uralkodó nő, és mutatja a nőies energiát. Ott van a Vénusz bolygó szimbóluma, de jelenti Demetert is, a természetet, a mi földünknek az istennőjét. Ahogy ezt a képet én így nézem, olyan, mintha ez az uralkodó nő egy kisbabát várna, aminek természetesen szimbolikus jelentése van. Itt van termékenység, vagy gyümölcsözik valami. Kettőtök között kialakul valami, de utal még valamire. Ügyelj a gondolataidra. Ha megnézed a képen, ott van az uralkodó nő feje felett, vagy ott mellette, ez a fehér galamb, ami utal a levegő elemére, a könnyűségre, és minthogyha úgy sugalna valamit, ami befolyásolja az uralkodó nőnek a gondolatait. És a számodra azt jelenti, hogy olyan gondolatokat, mint például én nem vagyok elég jó, vagy ő úgysem fog jelentkezni, ilyen gondolatoktól búcsúzz el, és ehelyett másképp gondolkozz el rajta, vagy a helyzeten, vagy saját magadon, és uralkodj ezen. Te megérdemled azt, hogy ő szeressen téged. Te megérdemled azt, hogy ti ketten kialakítsatok egy párkapcsolatot. Elgondolkozhatsz azon is, hogy ő a lelki társad, és van itt egy közös út, ez az arany út, mert ezek az értékek. És mint egy királynő, és mint egy uralkodó nő, meg fogod kapni a megbecsülést. Az egyetlen hátránya, ami szintén előfordulhat, hogy nem mer közeledni hozzád. De ennek ellenére bízz abban, hogy ő jelentkezni fog, és lesz itt egy közös életút. Kedves tündér, így tudtam megválaszolni a kérdésedet. Köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!